A Minden Szentek az Üdvözült Lelkek emléknapja, amelyet a katolikus keresztény világ november 1-én ünnepel. Bár még több mint egy hét hátra van az ünnepnapig, várhatóan már a mostani hosszú hétvégén rengetegen megemlékeznek elhunyt hozzátartozóiról. Minden Szentekkor és halottak napján 10 000-es nagyságrendben fordulhatnak meg az északi temetőben, ahol már javában zajlanak az előkészületek. Idén a koronavírus miatt magunk és egymás egészségének védelmére is fokozottan oda kell figyelni. Temetőlátogatók tekintetében jelenleg szigorítás nincsen, természetesen kérjük, hogy tartsák be a 1,5 méteres, 2 méteres távolságot, amennyiben ez lehetséges. Temetések során vannak meg szigorítások, úgymond. A zárt ravatalozóban kérjük, hogy csak a közeli hozzátartozók legyenek jelen, illetve a személyes kontaktussal járó kapcsolatfelvételt mellőzzék a napokban. Természetesen, hogyha újabb szigorítások vagy ajánlásokat tesznek közé a Minden Szentekkel kapcsolatosan, akkor a KFT ezt be fogja vezetni. Az ünnepi napokon rendőrök, polgárőrök és a temető munkatársai egyaránt felügyelik majd a rendet. A zsúfoltság és a gondatlanul kihelyezett gyertyák vagy mécsesek miatt évről évre előfordulnak kisebb balesetek, tűzesetek, érdemes ezért körültekintően elhelyezni a megemlékezés tárgyait a sírhelyeken. Természetesen nagyon sok gyertyát gyújtanak ilyenkor, arra kérünk minden gyertyagyújtót, hogy figyeljen oda, hogy ne legyen tűzveszélyes anyag a környéken. Ha koszorún gyújt gyertyát, azt akkor távozáskor oltsa el. Esetleg, ha van rá lehetőség, részesítse előnyben a mécseseket, ami ugye zártabb tűzteret biztosít, de amennyiben megfelelő módon van elhelyezve, akkor úgy lehet hagyni természetesen a gyertyánkat. A nyíregyházi északi temető meghosszabbított nyitvatartási idővel várja majd a látogatókat a következő napokban. Október 23-ától 30-áig reggel 7 órától este 7 óráig, október 31-én, november 1-én és 2-án pedig reggel 7 órától este 8 óráig tart nyitva a sírkert. Minden Szentek napján gépjárművel kizárólag 7 és 10 óra között lehet behajtani a temető területére. A temetkezési vállalat vezetői felhívják a figyelmet arra, hogy ebben a 3 órás intervallumban a gyalogosoknak minden esetben elsőbségük van, érdemes ezért az autósoknak fokozott óvatossággal közlekedniük.